Figyelem! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanch Salon készítette. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Egy csészényi kedvesség. Egy cseppi szenvedély. És egy jó beszélgetés Paor Lillával. Látja, a humor, a derű, a mindig optimista gondolat az, ami az embert előre segít. 1915. március 15-én Kolozsvárot született. Apja Csapó Jenő Bonviván, anyja Bátori Elza primadonna volt a Kolozsvári Nemzeti Színháznál. A Színművészeti Akadémia elvégzése után 37-től egy évig a Nemzeti Színház ösztöndíjasa, majd Kardos Géza társulatában játszott. 1945 után alkalmi fellépésekben élt. 1952-től következett Békés Csaba, Szolnok, Miskolc, aztán 58-tól 72-ig az Állami Dériné Színház tagja volt, innen ment nyugdíjba. Nyugdíjazása után az angol, az amerikai és a francia követségen aerobikot tanított. A mai napig fellépőn álló irodalmi műsorával, de szabad idejében színházba, hangversenyekre, bibliaórára is jár, valamint állandó résztvevő az Idősek Akadémiájának előadásain. A Lillás reggeli mai vendége a 98 éves Gyulányi Eugénia Rubin diplomás színművész. Általában nem nagyon szoktunk időpontokhoz kötni beszélgetéseket, mert arra gondoltunk, hogy ezek olyan tartalmas kis értekezések, csevegések, igen, hogy ne legyen az, hogy azt mondja egy művész, hogy holnap lesz a bemutatom, de nálad kénytelen vagyok időponthoz kötni, mert ez a hét, ez elég jelentős az életedben, és megmondom neked egész őszintén, hogy 98 éves színésznővel én még nem készítettem így riportot, készítettem veled, csak az ilyen kis nyúlfartnyi volt, de most amikor készültem, annyi minden érdekesség van az életedben, hogy én most ezt nagyon-nagyon szeretném így kihasználni az évforduló kapcsán. Mehet? Őszinteséget fogsz kapni tőlem, nem fogok semmit se szépíteni, úgy mondom el, ahogy történt. Nem olyan régen, egy évvel ezelőtt, vagy két évvel, hát most már van két és fél éve is, ismerkedtünk meg, amikor a Rutkai Éva Színházban az Özvegyek lányát bemutatták, és abban egy külön szerepet írtak, egy külön jelenetet a te személyiségedhez. És én nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan fogod ezt megvalósítani. És annyira meg voltam lepve azon a lendületen, ahogy ezt a szerepet te eljátszottad, azon a, az a humor, amit belecsempésztél abba a darabba, ami tulajdonképpen egy szomorú dolog, de hát az ember a szomorúságát nagyon sokszor kifigurázza, és a szerencsétlenségét átalakítja. Bizonyos akasztófa humor. Jó étvágyat kívánok, köszönöm. Ezt a nyugodtan cseverészél, és aztán én is majd köszönjük szépen. Tehát úgy azon agyaltam, hogy mennyire engedhetted ezen a darabon belül szabadjára a fantáziádat. Én tulajdonképpen, mikor ebbe a darabba belekerültem, nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, mert már akkor 40 éve nem voltam színpadon, ugyanis 40 évvel előbb nyugdíjba küldtek. Szeretem elmondani, hogy éppen az igazgatóm egy Szalai nevű ember volt, aki a Dériné Színháztól úgy döntött, hogy a Jencit fogjuk nyugdíjba küldeni, mert a csepeli amatőr színjátszó jó kádereket nem bántjuk meg, avval ő 57 éves lett, akkor rögtön elküldjük. Ez volt 40 évvel ezelőtt. 40 évvel előbb, igen. Utána egy újabb Szalai Zsolt, a Rutkai Éva Színház igazgatója hívott meg ebbe az Özvegyek lányába, és mikor megkaptam a szerepemet, azt gondoltam magamban, én annyi vígjátékodrámai szerepet játszottam, klasszikusokat, kedvencem volt Csongor és Tünde, meg Néma Levente. Tulajdonképpen
Kundabig élettem. Táncolni, dalolni se szégyeltem, 96 évesen elmúlva. Érdekes, mert ugye a Dériné Színház is és a Rutka Éva Színház is ugyanabban az épületben élte igen. A színházi életét. Hát ez egy olyan feltámadás, hogy sírból jöttem ki. Csak akkor még most Kálvária térnek hívják, akkor meg Kulik Gyula tér volt. Igen. Kimentél az egyik ajtón, eltelt 40 év, bementél Temporam a másik ajtón. Tantur, az idők változnak. Az idők igen. Változnak. De hála Istennek nem sokat változtál. Illetve változtál? Milyen voltál abban az időszakban, amikor nyugdíjba mentél? Mert most én azt látom, hogy egy temperamentumos... Én voltam a család talpköve. Aha. Hát én tartottam a fiamat, aki érettségi előtt volt. Úgyhogy mikor lenyugdíjattak, nem intettem. Éreztem rögtön olyan nagyon elhagyatottnak magamat, mert ő egy nagy betegséget kapott, egy tüdőgyulladás, grippét, minden Szent László kórházban volt. Mulasztott az érettségi évében, és hogy mégis le tudjon érettségizni, az összes tételeit én állítottam össze, paholtam bele, és sikerült neki leérettségizni. És tanultál vele? Pályára indulni. Tanultál vele? Igen, igen. Mert tehát rendesen akkor újra érettségiztem. És mindig is ellenőriztem a tanulmányait, lépést tartottam vele. Voltak dolgok, amikben nem kellett úgy segíteni, de a biológiába, a fizikába, a matematikába nekem kellett segíteni. Na most itt már kénytelen vagyok megállni egy pillanatra, mert ugye általában a színészek, színésznők, vagy a színház közeli emberek, azok mindig azt mondják, hogy isteni voltam történelemből, irodalomból, gyönyörűen mondok verseket, na de a matek és a biológia meg a kémia, az volt a mumus, neked pedig pont fordítva, nem mert neked volt, ezek voltak a... Nem mumus, én tiszta jeles voltam, csak ennek hasznát soha nem vettem. Mennyit tettél érte, hogy tiszta jeles voltál? Tiszta jeles voltam végig a gimnáziumban. Na de az egy borzasztó nehéz dolog, tehát most sem könnyű, és akkor sem lehetett könnyű. És akkor 7 tantárgyból érettségiztünk. 7 tantárgyból? Igen. Végig tiszta jeles voltál? Végig. De mennyit tanultál hozzá? Nem olyan sokat. Én ugye emellett ráértem sportolni. Méghozzá azt kell mondjam, hogy a lovagláson kívül minden női sportot tűztem, csak nem sportszerűen. Tehát minden nem versenyszerűen. Minden passzióból. Amikor az ideje volt, teniszeztem, amikor ne kellett, eveztem, úsztam, korcsolyáztam, sieltem. Imádtam mozogni, még a Bercik Sárához is jártam, művészi tornát tanulni és táncot. Hát tulajdonképpen egy nagyon szép korszakba éltem, mert most szokták emlegetni a Klebsberg-Kuno-féle korszakot. Uh-huh. Szerencsére én abba az iskolába kerültem, ahol nem csak matematikát, fizikát, meg kémiát tanítottak, tudományokat, és nem csak biflázni kellett, hanem érdekes volt, és nekünk volt önképzőkörünk, és ott csillogtathattam az irodalom kedvelésemet. Tudom, az én gimnáziumomban én állítottam össze a barátnőimmel egy Mécs László délelőttet, és megmutatta, az nem volt érettségi tárgy. Uh-huh. És rajongtunk érte, és mentünk a Liszt Ferenc Zeneakadémiára, és néztük a Mécs Károlyt fehér cingulusba, fehér reverendában, csodálatos ember volt, és remekül mondta a verseit. Hmm. De hát imádtuk Arany Jánost, imádtuk Petőfit, imádtuk Szabó Lőrincet. Már akkor foglalkoztunk Szabó Lőrincet, mert én 34-ben érettségiztem. Onnan kerültem a Színi Akadémiára, és 37-ben végeztem el a Színi Akadémiát. Még ne jussunk el a Színi Akadémiára, visszatérek egy picit erre a Klebsberg-Kuno intézetre. Ő akkor a kultuszminiszter volt. Igen, előtte, és még utána is volt a hatása. Mert megadta az irányzatot. Nem tudom. Ezekben a műsorokban nem nagyon szoktunk politizálni, és mondjuk azt, hogy az oktatás az nem is politika, bár mindenből politikát csinálnak. Kultúra! Most ugye létrehozták a Klebsberg-Kuno féle intézményrendszert, és megpróbálnak abból visszahozni valamit. Te ebből látsz valamit?
én vagy nem beleáll... vagyok ma ebben a sűrített életben benne, de remélem, remélem. És akkor ennek ez volt a lényege, hogy egy picit nyitottabb szellemiséggel folyik a tanítás talán és a nevelés. Talán elmondanék egy régi kínai történetet, és az rávilágít erre. Nagyon rosszul mentek Kínába a dolgok egy olyan 5000 vagy 4000 évvel ezelőtt, és az emberek mentek Konfuciuszhoz, és kérdezték, hogy hogy lehetne jobb? Azt mondja, hát bizony jobb politikusok kell lennének, és hogy lennének jobb a politikusok? Jobb iskolák kell lennének, és hogy lenne jobb egy iskola? Jobb tanárok kell lennének, és mit tanítsanak azok a tanárok a növendégeknek? Hát a tudományok mellett sok zenét, táncot, verset, mert akkor lesz a lélek harmonikus, és a harmonikus lelkű fiatalokból harmonikus lelkű politikusok és államvezetők lesznek. Hát erről van szó. Nem síralomvölgy az élet, annyi szépség van a világon, ott van az a csodálatos irodalom, a színházak, a zene, nem tudom, a festészet, a szobrászat. Itt lehetne elmondani azt, hogy Európában minden nemzet egy bizonyos művészeti ágból kitündökölt. A többiek nem tudták utolérni, csak éppen tőlük tanulnak. Például a görögök a szobrászatban, a német alföldiek és a spanyolok a festészetben, a zenében a németek és az olaszok. A drámairodalomban a franciák és az angolok, a regényirodalomban az oroszok. És mi magyarok mibe vagyunk? A költészetbe. A mi költészetünk a legszebb, és ez nem csak azon múlik, hogy zseniális költőink vannak, hanem hogy milyen nyers anyagból csinálják a verseiket a csodálatos, szép magyar nyelvből. Ezt a magyar nyelvet tapossák most agyon, hadarással, ezt a magyar nyelvet, aminek muzsikája van, amiben duplamással hangzók, hosszú magánhangzók, és olyan dolgok, amiket nem lehet utánozni. Hát hadarva, hogy lehet azt csinálni? Nálunk a kérdés nem szórendi alap, hanem hangsúly. Azt mondom, hogy vagy? Nem pedig, ahogy a külföldi, wie fühlst du dich? Egészen más. Ott a szórend határozza meg. Hát szóval ezeket kellene javítani, és törekedni arra, hogy az erősségünk nekünk, magyaroknak a megmaradáshoz a magyar nyelv és a magyar irodalom. Ennek vagyok én a szerelmese, és azt hiszem, hogy ettől maradtam ilyen soká életben. Amikor találkoztunk, akkor mondtad, hogy jól vagyok sokak bánatára? Nem. Sajnos. Még mindig jó. Néha már unják. Hát azért ebben nem lehet beleunni. Milyen társaságot kedvelsz? Anyukám szokta mondani mindig, hogy kerüli az olyan emberek társaságát, akik csak a betegségről, meg a politikáról, meg a nyavajgásról tudnak beszélni, mert annyi minden más téma lenne az emberek életében, mint a betegség. De mondjuk két idősebb ember összejön, akkor rögtön azzal kezdik, hogy neked hol fáj. Én sem SZTK-ba töltöm a délutánjaimat. Hát azt látszik rajta, Istennek. Most valamivel elhencegek, és nagyon azt hiszed, hogy nem mondok igazat. Igazán beteg sose voltam. Nekem nem volt egy műtétem, nekem nincs semmilyen szervemnek baja. Teljesen egészséges vagyok. Úgy látszik ennek a nem túlhajszolt sportos életemnek köszönhetem, meg még valami, az a bizonyos aurea mediocritas, az arany középút. Én nem hedonkodtam.
inkább kartházi voltam, szerényen éltem. Az élet is olyan volt hosszú ideig, hogy kényszerített a szerénységre, meg a neveltetésem is olyan volt. Ha már a neveltetésnél tartunk, akkor egy nagyon érdekes családba csöppentél, hiszen színész családba csöppentél, és ahogy olvastam az életrajzodban, hogy édesanyám bohém társaságát apukám, aki nem az édesapád, mert édesapád is színész volt, de őt úgy tudom, hogy nem ismerted már, de majd még ő rá visszatérünk, hogy apukám, aki egy feszes katonatiszt volt, és később mérnök, jól tolerálta, és szívesen vett részt. Mit jelent számodra az, hogy édesanyám kicsit bohémabb társasága? Ragaszkodtak anyámhoz a régi barátok, és ezt nagy élvezettel fogadták. Szeretnék itt valamit mondani, ami talán nem lesz olyan szimpatikus. Ebbe az időszakban egy katonatiszt, az egy rang volt. Azt tisztelettel néztek, örültek a katonatiszt társaság. Engem az iskolában a tanárok is éreztem valami olyan másképpen kezeltek, hogy ez a kislánya századosnak, meg az őrnagynak, meg az alezredesnek a lánya. Ezek olyan kitüntető dolgok voltak. Nem arisztokrata, de tudták, hogy egy erárius katonai nevelést kapunk. Ott nálunk nem a szobalány szervírozott, hanem naposok voltunk a nővéremmel. És hát nem színész család volt ez, mert anyám már akkor privát úriasszony volt, de gyönyörű hangja volt, és ezek a társaságok meghívták, mindig volt valaki, ki zongorázott, és anyám énekelte az opera áriákat, amiket én bölcsődalul kaptam. Hát említettem, hogy apám is színész volt, őt nem ismertem, de az volt a szép és szerencsés, hogy anyám mindig annyit mesélt apámról, hogy nekem ő is él, meg a nevelőapám is. Maradtak fényképek az édesapádról? Jaj, maradtak. Ő bonviván volt. Ők anyud meg apukád játszottak együtt? Hogyne, mind a ketten. Anyám primadonna volt, ő bonviván. És mind a ketten a Kolozsvári Színháznak a tagjai voltak. Kolozsvári Nemzeti Színháznál, és hát kitört a háború 2014-ben, és azt szoktam mondani, hogy úgy látszik, én a búcsúnál fogantam. Második gyereknek, akkor már volt egy 2 éves és fél éves kislányuk. És azt is szoktam mondani, hogy milyen érdekes, hogy én olyan hazafias lelkületű vagyok. Hát egy apát már adtam a hazának. Március 15-én születtem. Katonai nevelést kaptam. És hozzámentem feleségül Vereckei Zoltán színművészhöz, akinek az volt az első fellépésénél a konferálás. Szerződtettük a Vereckei, hát ha ide is bejönnek a magyarok. Jó, szóval áthágtátok a határokat. Hát én kötelező hazafiasság jó, is nagyon, volt. Nagyon jó, szó se róla. A kolozsvári színházi élet milyen volt? Mit meséltek a szüleid? Vagy anyukád, bocsánat. Én arról a korszakról mesélek, amikor már nem élt apuka. Anyám nagyon küzdelmes helyzetben volt. Egy kis csecsemővel és egy pici gyerekkel. És egy 3 szobás lakás, azért kellett egy cselédlánya, Karolin, aki etett minket, gondoz minket, és volt már akkor egy frájlánunk is, egy szászlány, aki németre tanított minket. Hát, tele volt adóssággal. És fölment a Janovicshoz, és kérte, hogy adjon előleget, mert fát kell vegyen télire. Nem adok, már el van adósodva, szó se lehet róla. Azt akarja, hogy a Csapó Jenő árvái megfagyjanak, akkor se adok. Menjen le a próbára. Lement a próbára, délbe hazajött, egy nagy szekér álltott és rakta a fát be a megfelelő helyre. Ki küldte ezt a fát? Honnan van a fát? Nem tudom, kérem, valami nagy bekecsben, kucsmában egy férfi vásárolta ízét. Nem tudják, hanem nem.
Hát a Janovics megvette a fát a Csapó Jenő Árváinak. Magánszínház volt. Fantasztikus. Egyébként szép történet. Ennyire összetartó volt ezek szerint a színész társadalomként? Igen. Onnan is érezhettem, hogy azok, akik lejártak vendégszerepelni, vagy még akkor ott voltak tagok, később a Nemzeti Színház tagjai lettek, és én közben a születésemtől egészen 22 éves koromig elkerültem a Nemzetibe, illetve hát még előbb, mint statiszta a Színi Akadémiáról. Én ott nem Gyulányi Eugénia voltam. Én ott a Csapó Jenő árvája voltam. Nagyon szerettek. Tárai, Nagy Adorján, Hetyei Aranka, Gózon Gyula. Érdekes módon, aki nem kolozsvári ember volt, Gót Sándor kitüntetően szeretett engem. Már azt megtette, amit nem volt szokás, hogy mint első éves növendék, mert akkor úgy állt a dolog, hogy első év, második, harmadik. Első évesnek nem is volt szabad színpadra lépni. Én már az ő vizsga előadásába is játszottam, meg meghívott a lakására a magánnövendékei közé, és ott is foglalkozott velem. Anyukád szívesen vette, hogy színésznek állsz? Persze. Hát ez nem is volt másról szó. Négy éves korom óta arra készültem. Jól tanultam, mehettem volna kémia szakra a egyetemre, de aztán mégis inkább a színészet mellett döntöttem. Néha megbántam, néha gondoltam arra, hogy nem tudom, nem találtam volna fel valami jó kenőcsöt. Amikor éppen valamilyen krémnek a hiányát érzed, akkor ezek szerint biztos ilyenkor gondolkodsz el róla. Nevelőapád vett a saját nevére. Igen. Hogyan viszonyultatok hozzá? Mert hogy nagyon szerettétek, az egészen biztos. Igen. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen kislány, hogy hány éves lehettél, nem tudom, de ezt majd mindjárt elmondod, úgy elgondolkodik rajta, hogy amikor más nevet kapok, még ha nagyon szeretem is, és nem árulom el az apámat. Kérlek szépen, oda megyek vissza, hogy a Nemzetiben azt mondta Berki Lili, neked nem volt jó a Csapó név. Haragudott azért, hogy már akkor Gyulányi vagyok. Hát 12 éves voltam, amikor apuka örökbefogadási kérvénnyel állt elő. És miért? Mert annyira szeretett minket, hogy azt akarta, hogy bármi történik vele, ő már akkor tollasodott, akkor már megvolt a mérnöki diplomája, a Honvédelmi Minisztériumban magas rangban volt. Azt akarta, hogy örököljünk utána. Egyszer meg is találtam a végrendeletét, benne volt be az örökség, hogy mindent a két lány örököl, és haszonélvezető az anyáé. De nem került rá sor, semmi nem maradt 45 után, de nem sírattuk. Nem, azt mondtuk, nem érdekes, az a fontos, hogy együtt vagyunk és életben vagyunk. Az apukád, tehát a Gyulányi apuka, igen, mint mondtad, a katona pályafutása mellett a mérnöki szakmát is kitanulta, és utána ezt nagyon jól kamatoztatta, ahogy én néztem, mert tulajdonképpen nagyon nagy építkezések, épületek fűződnek a nevéhez. Például a Hadtörténeti Múzeum. Például a Zuglói templom. Ezekből mindig tudott olyan hasznot húzni, nem a hadtörténetit, azt hivatalosan csinálta, de a Zuglói templomot azt saját tervei és saját ellenőrzésével. Abból vette az első kis Steyer Puch műveknél az autóját, egy használt autót, és hát sokáig volt autója is. Milyen ember volt? Először is ő is egy olyan jóképű ember volt, majdnem, mint az apám. Hát annyira nem volt szép, de jó kiállású. Jó vágású ember volt. Tulajdonképpen el kell mondjam, hogy egy ipolysági néptanítónak 5 gyermeke közül a legkisebb. És az 5 gyerekből minden gyereket kiadtak
alapítványokra. Őt már pici korától a Hadapród intéz, neki nem volt otthona. Őt Ipolyságra karácsonykor se vitték haza, mert nem volt Pécset az pécsi Hadapród iskolába. Mikor a 8 osztályt elvégezte, akkor írt az apjának, hogy apám, szeretnék külön érettségit tenni, küldj arra nekem 100 koronát. Azt írta vissza, hogy örülj, meg lesz a fő hadnagyi rangod, fizetésed nem lehet. És akkor ő elment egy jó módú családhoz, akinek a fiával együtt járt, és kérte, hogy adjon neki pénzt, ő le akar érettségizni. Hát akkora terv volt benne, hogy ő nem marad csapattiszt. Uh-huh. Ő egyetemre akar kerülni. Hát ez 1908-ban volt. 1908, nagyon igen. Fontosak az évszámok egyébként, hogy el lehessen helyezni. Aha. Leérettségizett, és az első tiszti fizetéséből megadta a 100 koronát. És milyen hasznos volt, hogy amikor 19-ben eljöttek Kolozsvárról, akkor ő már 4 évet a fronton töltött, és egy ilyen beutalással föltáplálni küldték Kolozsvárra, és ott elment a színházba, meglátta Báthori Elzát, és belé szeretett. És kérte a háziasszonyát, hogy mutasson be ennek a művésznőnek. Azt mondja, nem lehet. Ez olyan nagy bánatban van, hogy szó se lehet róla. És pont abban a házban volt, ahol anyám a 3 szobás lakást bérelte, az fél emeleten lakott a ház tulajdonos nője, és fönt az emeleten a beutalt katona. Hát, fehér orgonát küldött neki a színházba. Attól fogva minden évben a házassági évfordulóra fehér orgonát küldött anyunak. Nagyon szerette anyukát. Anyukám pedig becsülte, szerette, de nem szerelemmel. Csak azt tudta, hogy ez az ember jó apja az én 2 árvámnak. Hát szóval kikötötte a lovát a kertnek a hátába, és az én kis nővérem kitotyogott a kertbe, és mindig játszott vele, jó van kis cicabalba, jó van, hozok neked csokoládét. Erre azt mondta az én nővérem, nem mindig csak ígérgetse, van székelyesen beszéltünk. Hát fogta és föltette a lovára. Anyám meg velem a karján a konyhába volt, kirántotta az ablakot, és mint egy fúria rátámadt. Főhadnagy úr, meg van őrülve, a lovára teszi a gyerekemet, megbokrosodhatik, meghalhat. Azt mondja, kérem, ez vak, ez a ló. Hát olyan nincs, hogy csatalóvak legyen. Mindegy. Jó. Akkor bejött tiszteletteljesen megint egy csokor virággal, beköszönt, bemutatkozott, karjára vett, és én rögtön lehánytam. És akkor le kellett az Attilát venni, mosratni, minden, és a végén egy barátság és szerelem lett, és ő lett az apánk, és sokáig Pista bácsinak szólítottuk. De 19-ben, mikor lejöttek az utolsó magyar impériumtól, a hivatalból, hogy összeadták őket, persze kaució nélkül, akkor a vége volt az első világháborúnak, akkor azt mondta anyuka, lejött a főtérre, ahol mi a Freilennel sétáltunk, a hattyúk ott úszkáltak a tavon, és azt mondta, ezentúl nem Pista bácsi, hanem apuka. Sose tévesztettük el. Tényleg a mi apukánk volt. Egy csupa humor, kedves, csupa szív ember, aki azt a családi szeretetet, amit gyerekkorában nem kaphatott, azt nálunk közöttünk megvalósította. Szép a történet. Hát, igen, az egészen más világ volt. Most az is eszembe jutott, hogy milyen fura, ugye, hogy kiadták a gyerekeket, hogy mind az 5 gyereket kiadták. 4-et. És egy maradt otthon tartott a grafusok anyja, ez volt a nagymama, aki a grafusok anyjának neveztük, meg Jászai Marinak, aki hát bizony, én megértem.
nem jó szemmel vette, hogy a katonatiszt fia egy színésznőt vett feleségül, aki még hozzá két lány gyereket hoz a házas. Hát nem. Na de figyelj ide, hát most kiadták 5-6 évesen, elkerült otthon, internátusba végig. Nem támogatták, nem segítették. De most már azt akarták, hogy a fiúk támogassák őket, és azt az egy szem lányt, aki otthon nevelkedett minden tanulmány nélkül, és a nagymama süket volt. És a szócső ez a bizonyos Manci volt. És Manci kiabált mindent a fülébe, és ő úgy értesült az életről. Egy elkeseredett vénlány volt. Na de ennek is valami érdekesen alakult az élete. 45-ben itt maradt, nagymama meghalt, a négy fiú elvesztette a prominens állását, már nem tudtak olyan apanást nyújtani. Manci elment takarítani, Manci vett végmaradék anyagokat, behúzott kosarakat, és kiment a piacra előadni ezeket a kosarakat. És éldegélt a megörökölt két szobás lakásába, amit a nagymamával lakott. És az egyik barátnője azt mondta, te itt van ez a Barta András, ez a szegény, nem igazoltatták, hadbíró ezredes volt, most 10 éve már éjjeli őr, olyan szörnyű albérlete van, hogy egy szalmazsákon fekszik, és egy szögön lóg a ruhája. Vedd oda magadhoz a lánya, Dél-Amerikából küld mindenféle csomagokat, te majd azokat eladod, és az lesz a te örökséged, és ő meg a kis nyugdíjából kosztol. Manci oda vette szépen a Barta András hadbíró ezredest, akit nem igazoltak, és nagyszerűen elszta el a dolgokat, amiket a lány küldött, beosztotta a fizetését, olyan reggelit adott, hogy minden reggel volt lágy tojás a reggeli mellett. 45 után beszélünk, inkább 55 után, 55 után. Egy szép napon elé állt, és azt mondta, ide hallgasson, én fölmondom ezt az albérletet, vagy eljön velem az anyakönyvvezetőhöz. És 56 éves korában Manci a vénlány férhez ment, és olyan boldog volt, hogy mindig azt mondta a telefonban, itt Barta Andrásné, hadbíró ezredes felesége. De helyes. Ez hát ez szép. Egy olyan édes történet. És ez a kóró sovány nő kivirult, mollettebb lett a koránál fogva, ez már jól is állt neki. És kiderült, hogy a Manci nem is olyan csúnya, és nem is olyan gonosz. És nem is olyan buta ezek szerint, mint amilyenre próbálták nevelni. Igen. A színészi karriered az úgy alakult, ahogy te szeretted volna? Nem. Hát azért mindig meg kell mondjam az igazat. Nemzeti Színház ösztöndíjasa lettem, dédelgettek, szerettek. Éppen egy főszerepet játszhattam volna el. Ligeti Juliska hirtelen megbetegedett, és a Harpagomba, a fösvénybe, a Fruzsinát nem tudta volna este eljátszani, nekem megvizsga előadásom volt, beugratnak, és én játszom. Ez volt 38 tavaszán. Ki is osztották a szerepet, de este megy az előadás. Délután jött Füsti bácsi, a szereposztó szolga, visszavette a szerepet. Nem játszhatja el, kis művésznő. Nem engedik. Azt mondták, hogy egy örökös tagjegy szerepét nem veheti át egy ösztöndíjas. De én akkor már tudtam, hogy nem ez az hátrány. Kijött a zsidó törvény, és én a négy keresztény nagyszülő helyett csak 3-at tudtam felmutatni. Nekem volt egy aranyos kis zsidó nagymamám, aki az operaháznak a kórusába volt valamikor, abból volt nyugdíjas. De egy szót se szólhattam, mert míg emberek szenvedtek, hurcolták ide-oda, addig én, Gyulányi Eugénia, az ezredes lánya voltam. És szép életet éltem, 38-tól egészen 45-ig.
45-ben megint jelentkeztem, szavalni jártunk, tömbelőadások voltak, megismerkedtem Vereckei Zoltánnal, meglett az első nagy szerelem életemben, ami aztán 57 évig tartott. Akkor ez a sírig tartó szerelem volt tulajdonképpen. Tessék? A sírig tartó szerelem volt. Hát igen, igen. Egy test, egy lélek voltunk. Tudod, milyen mázlista vagy? Igen. Nagyon-nagyon határozott, az biztos. Úgy mert lehet, hogy a pályád nem úgy sikerült, mint ahogy akartad, mert ugye a család életed. Hát igen. Nem többet ér. Igen. Én ma is azt mondom neked, és azok, akik csak a színészetre áldozzák, mert tényleg azt kell mondjam, hogy amit ma a színészetben, a színészektől követelnek, a belüket kidolgozzák. Rettenetes, hát táncolni, énekelni, akrobatának lenni, és jó színésznek, és szépnek, és jó alakúnak. Fantasztikus, milyen nagy a követelmény. Nem állnám már meg a helyemet. Hát nem biztos, mert ha a mostani körülmények között indítanád a pályádat, akkor ugyanazt az utat járnád, mint igen, de ezek akkor a gyerekek. Nem lennének olyan szoros kapcsolataim, mint amilyenek voltak a szüleimmel, a férjem szüleivel, az ő testvérével, az én testvéremmel, a gyerekemmel, az unokámmal. Ez nekem többet ér. Tehát ezek szerint azt mondod, hogy azok a fiatal színészek, akik most ebben a hihetetlen teljesítményorientált világban kénytelenek élni és alkotni, azok teljesen háttérbe kell, hogy szorítsák a magánéletüket, a kapcsolataikat, a baráti én nem látok világukat. Bele, de nem megy. Nem megy. Talán ott mérném le, hogy édesanyám, akinek gyönyörű opera hangja volt, próbaéneklése ment még az operába, és behívatta őt az intendáns, Lasicsnak hívták, és azt mondta, azt mondja, megfelelt, és vennénk magát, de nincs most státuszunk. Ha őszig meghúzza magát a karba, most tavasz van, akkor talán valaki nyugdíjba megy, megint szólista lehet. Azt mondja, Báró úr, én nem tudom, nekem meg kell kérdezni a férjemet, hogy egy magyar királyi századosnak a felesége lehet-e kórustag. Azt mondom, ha ön kívülről becsukja ezt a kilincset, 10 másik van a maga helyére. És anyuka mégis azt választotta, hogy nem kell minden nap rohanni a korepetitorhoz és hangképzőhöz, és emellett azért a gyerekekre is gondja legyen, a férjére is, aki még éppen a műegyetemen tanul is. Hát nem tudta. Azt mondta apuka, most már századosi rangban vagyok, megélünk a fizetésemből, maradjon maga csak a családé. Hát bizony, egy opera énekes, egy operett énekes, de egy prózai színész is. Nagyon-nagyon igénybe van véve. Igen. Arról nem beszélve, hogy közben a Damoklesz kard a feje fölött. Mert nem státusz van, ami a kommunizmusban megvolt, hanem a létbizonytalanság. Nem tudja, ha darab lement és a szerződés lejárt, lesz-e újabb. De aki már belekóstolt abba, hogy például én lehettem, mikor is valamikor, 57-58-ban a Déri Néz Színházhoz kerültem, de előtte is voltam Szolnokon, Miskolcon, újból Szolnokon, aztán a Déri Nénél, azért választottuk, hogy többet lehetünk Pesten a gyerekünkkel. Inkább nem kőszínház, de itthon van. Itthon vannak a próbák, innen utazunk ki többször. Itthon van a nyári hosszú szünet. De státusz volt. Az biztos volt. Ezt nem ismerik. Csak nagyon kevesen. Csak kevesen. Hát én megdöbbentem a hallatán, hogy állandó balett kara van az operának, zenekara, tárai, és a tárakban az emberek,
de a szóló művészek esténként lesznek honorálva. És hogyha egy hónap kimarad, miből élt? Pont az operánál, a legfontosabb kulturális szervünknél. Lehet, hogy elfogult vagyok. Hát igen, meg akkor a legjobbak elszerződnek úgy, a biztosra, illetve külföldre, ahol hihetetlenül meg vannak becsülve. Hát igen, ez nagyon jellemző erre a korra, hogy elszerződnek, meg elmennek egyetemről is, itt végeznek. Kedvenc versem is emiatt a Tompa Mihálynak a Madár fiaihoz című verse. Milyen igaz, fiaim csak énekeljetek. Mi fiaink ismerik ezeket a verseket vajon? Hát nem nagyon. Nem is tudom, hogy Tompa egyáltalán benne van-e még a tananyagban. Hát benne van, talán elolvastatják velük, de... Nem értik meg a jelentőségét, nem? Nem. És most itt látod, olyan érdekes volt, hogy egész végig a beszélgetés alatt nem hallottam egyetlen egy madár csipogás se, és most, amikor említetted a verset, itt elszállt egy... Ugye az állatkert itt van a lábunk alatt, itt a körbe, és annyira érdekes volt, hogy itt abban a pillanatban elkezdtek csipogni, és elszállt egy... Most is. Igen, hihetetlen, ez szépek. Hát, igen, ez egy más gondolatiság. De jó. Mit szerettél volna eljátszani? Mi maradt ki az életedről? Én inkább az a színésznő voltam, hogy akármit rámosztottak, az engem pofon talált. Az jó. És nem bíztak senki. A Déri nénél volt egy nagy probléma. Itt van most ez az ősi darab, egy fiatal lány férjhez megy, parasztlány, szegény lány, gazdag, módos gazdához, és meg lesz az élete sora, és az aranylakodalmáig tart a történet. Három részből állt minden felvonás, három felvonás, az 9 kép, és a 9 képben én napról, évről, hónapról, negyedévekről öregettem, míg elértem 20 éves koromtól 70 éves koromig. És azt mondta a színész, ki játszel? Játssz el a Gyulányi, az akkor már olyan 40 éves voltam, az eljátsza a 20 éveset is, eljátsza majd a 70-et is. Ez volt a legnagyobb teljesítményem, mert nem maszkírozva, egyszerre három ruhát vettem mindig föl. Legfelül volt a mennyasszonyi. Az volt az első kép. Aztán ledobtam, és maradt a harmadik. A szünetben megint három ruhát vettem fel, és így tovább. Egy konyhába játszódott, és bizonyos tárgyak mutatták az időt teljesen. Az egyik még az első világháború idején, a második világháború végén, amikor már a fiam meghal, és aranylakodalom van, és akkor marad egyedül, mert a férjét is elveszi. Én ezt a szerepet nagyon szeretem. És mi volt a darab címe? Aranylakodalom. És akkor azt mondtam magamban, ez nagyobb teljesítmény, mint a Bolond Ásvainé. Mert a Pajor Gizi elejében volt gyönyörű fiatal, és egy szünetbe átöltözött, és lett belőle öreg asszony. Mindenféle maszkírozó segítséggel. Mi lélekben kellett megöregedjünk, hogy eljussunk egy 70 éveshöz. Fárasztó is volt. Minden nap mondtam, jaj, minden nap. Megöregszem. Lehet, hogy annak köszönheted, hogy most itt ülsz. Jól begyakoroltad, és már ment. Amíg arról nem beszéltem, hogy van egy saját kis irodalmi társaságunk. A Budavári Művelődési Házban minden csütörtökön 10-től 1-ig nyugdíjas öreg hölgyek, akik mind fiatalabbak, mint én. Összegyűlünk azért, mert szeretjük a verset, a prózát és a zenét. Ők mindig csinálnak a szervező egy-egy műsoros
délelőttöt is, amikor más örökeknek, Batthyány Strasser öreg otthonból jönnek hozzánk nyugdíjas öregek. De olyan édes vagy, ahogy mondod, hogy nyugdíjas öregek, és, mind, és az, ahogy hozzátetted az öreg, hogy mind fiatalabb, mint én. Igen. És öregek hozzád képest, mi? Mind. Mindig. Mindig. Hm. Igen. És most én vagyok kitűzve, hogy megint egy önálló, mondjuk, hogy nem estet, hanem délelőttet csináljak, mert 10:30-kor kezdünk. 12-re végig kell legyen, mert a kedves vendégeimnek egy része ilyenkor már nagyon siet ebédelni. Nyugtalan a közönség. Igen. 2 éve is csináltam egy ilyen műsoros délelőttet. Hogyan állítod össze? Akkor teljesen önállóan csak egy operaház kórusában nyugdíjba került, nagyon jó képű, kedves hölgyet, Pálinkás Gyöngyinek hívják, hívtam meg, és amikor drámai verseket mondtam, akkor ő énekelte a Szántuca áriáját. Amikor hazafias verset szavaltam, akkor valami Godály átdolgozást. Amikor vallásos verset, Adítól istenes verset, akkor a Kuno Ave Máriáját. És zongorán kísérte egy kedves másik ilyen irkaköri tagunk, aki nagyon szépen tud zongorázni. Na, most egy kicsit bátortalanabb voltam, mert mikor kijelölte nekem a szervezőnő, hogy Jenci néni, kérünk tőled egy délelőtt önálló műsort, akkor azt mondtam, ennek a műsornak most majd az lesz a címe, hogy Jenci néni és barátai. És az első részben balladákat fogunk mondani, akkor az utolsó a Faludinak a haláltánc balladája lesz, amelyről nagyon sokáig azt hitték, hogy Villon írta, pedig Faludi írta. És akkor a zongoristánk el fogja játszani a Rachmaninov prelüdjét. Szóval Cisza ilyen illő zenevel fogok Vas Albertről beszélni, és akkor a kollégám fogja mondani a Víz szalad, de a kő marad. Ismered a verset? Gyönyörű. Igen, szóval ilyen segítségeket kérek. Sőt, mi több egy olyan balladát fogunk előadni a barátnőmmel, Lestján Katalinnal, aki szintén a Dériné Színházból csöppent ki nyugdíjazáskor, de ő akkor került a színházhoz, mikor engem nyugdíjba mentem, mégis ezzel a 26 év korkülönbséggel is szinte a legjobb barátnők vagyunk. És ő vele fogok előadni párosan Szondi két apródját. Jó. Mert ez egy irodalmi különlegesség, ballada a balladába. Én leszek az apród, ő lesz a csábító, aki Janicsárt akar csinálni belőlem. Nagyon sok név elhangzott, és a műsoridő is lassan lejár. Két dologra rá szeretnék még térni. Az egyik az Ódry Árpád, és az Ódry Árpáddal való találkozás, kapcsolat és viszony, a másik pedig a végén majd Adi. Azért, mert Adi különleges szerepet töltött be az életedbe, és valahogy mégis kimaradt most a beszélgetésből, amikor mondtad, hogy olykor csináltunk mi mészőj és esteket, amikor nem volt divatos mészőjt és Adit előadni. Igen. Igen. Na, ezért akartam rá kérdezni. Te mindig azt mondtad, vagy azt mondtad végig, hogy azért volt olyan nyugodt az életed, mert a középutat választottad. És közben meg valahogy egy picit, legalábbis ebben a művészi részében, meg kitűnik az, hogy Adi nem volt divatos, de mégis Adit mondtál. Adi már igen. Igen? Igen. Zeneakadémián voltak kimondott Adi estek, ott hallottam, még Murát Illitől is Adi verset. Vér és arany, vér és arany. Jól mondták, jól mondták. Másképp. Nem olyan visszafogottam, mint ma kellene, de nem kell a verset szürkíteni. A versbe
úgy kell átadni a színésznek, hogy első hallása mindent megértsen az emberben. Na, azt mondhat, hogy középutat választottam. Életvitelbe. Uh-huh. Ja, értem. De abban nem, hogy az irodalomnak bármely csemegéjébe bele ne nézzek, és Adinak van egy pár olyan verse, amit ő csokorba szoktam összefogni. És akkor utána nem hajolok meg, hanem megszólal a zene, és beúszik az énekesnő az Ave Máriájával. Uh-huh. És az viszi föl a mennyekbe a dolgot. Ezt így szoktam ábrázolni. Hát persze van, amikor mondhatok mást is. Szeretem a humort, szeretem a víg dolgokat. Éppen ezért elfogok ezen a kis önálló műsoromban mondani egy verset, avval a bevezetéssel, hogy ezt még tőlem soha senki nem hallotta, ezt most tanultam meg. Petőfi Sándor Csokonai. Mert ezt mindig elmondom. És meg fogják érteni, hogy enélkül nem lehet le műsor, hogy én a Csokonait el nem mondjam. Audrey nélkül lehetett volna a műsor most? Nem. Az a Színi Akadémia, aminek a Audrey volt az igazgatója, és még jó ideig a folytatói. Például éppen a kommunizmus alatt a Gáti, hogy hívták, aki meghalt, olyan nagyszerű vers tanár volt. Tanítottak, most nem tanítanak verset. Nem tanítanak. Lehet, hogy most már megint visszahozzák. Audrey óriási, ő csak a versre tanított minket. És mondhatom, hogy az egyetlen élő tanú vagyok, aki növendéke voltam a Színi Akadémián, és csodálatosan tudta megmagyarázni, hogy amikor úgy sírva mondott valaki, kérem, ne sírjon, ne sírjon. Nagyszerű ember volt. Van egy könyvem, Asher Oszkár írtam, Minden versek titkai. Abba külön egy oldalt szán Audreynak, akinek ő növendéke volt, és elmondja Audreyról, hogy Audrey Árpád bevallotta, hogy fiatalon járt egy színházba, Kiskomédiának hívták, ahol egy színésztől tanulta a közvetlen színjátszást. Ez a színész úgy hívták, hogy Roth Sándor. Tulajdonképpen családi nevén Rothman. Uh-huh. És ennek a Roth Sándornak volt egy húga, Rónai Ilkán Kéven az Operaházba kóristattak, alténekesnő, ez volt a nagymamám. Tehát még innen is van egy színészi ág bennem, a Roth Sándortól, aki olyan megelőzően egyszerű humorral tudott tolmácsolni, mint amilyen utódai lettek Máli Gerő, Kapos Gyula, Gózon Gyula, ezek voltak, akik mind a Roth Sándortól tanultak. Érdekes történeted volt. Örülök, hogy együtt reggeliztél, illetve nem reggeliztél velem, mert hozzá se nyúltunk az ételhez. Hát, amíg beszélek, nem eszem. Akkor hagyni fogom, hogy beszél, de még egy utolsó percet kérek az életedből, addig még eszel, mondjál egy verset. Melyiket? Tudom, amelyiket akarod. Ne menjünk már úgy el, hogy nem. Tompa Mihály lehet. Uh-huh. Madár fiaihoz. Száraz ágon hallgató ajakkal meddig ültök csüggett madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak, vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jön a víg ének s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, kesergő. Fiai, csak énekeljetek. Nagy vihar. Berkeinkbe enyhe árnyas erdő nem fogad. S ti hallgattok,
elkészültök innen, itt hagynátok bús anyátokat? Más berekben másképp szól az ének. Hát nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek, fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt, zengéljetek a jövőt, a majd ennek kopár föl újra felvirul. Daloltokra könnyebben virít föl. Hamarabb kihajt az új berek. Azt jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban ott az ősi fészek, mely növeltek gyönge szárnyatok, megpihenni. Most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tétte, úgy tennétek, mint az emberek, itt hagynátok. Idegen cserélve. Fiaim, csak énekeljetek. Szép volt. Köszönöm. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizuráját a Blanch Szalon készítette. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.